Bárdi, lázokhoz tovább, egy megpattanó lövés, és ott van az egyenlítés. Hát ehhez aztán kellett a szerencse, de egy-egy az állás. Lázok a gólszerző, és ez már a negyedik találata a szezonban. Nem sokáig örülhetett a Gyirmót. Itt eladják a labdát. Bárdi robog, aztán lekészít Lázokhoz, és hát megpattan a labda, becsapja Sebőköt. Nem tudott ezzel mit kezdeni a gyirmóti kapus. Ráadásul két játékoson is irányt változtatott.